A városi kutyatartás mára életmóddá vált, annak elfogadásáért még sokat kell tenni. Hazánkban egyes becslések alapján mintegy 2 millió kutya él, naponta 600 tonna ürüléket hagyva maga után. Az utcán hagyott, fel nem szedett kutyagumi nem csak látványnak kellemetlen, de számos veszélyt is hordoz magában. Kutyások és nem kutyások Kazincbarcikán a készülő ebrendelet tükrében, avagy elmérgesedett helyzet az érintett felek között. A hónapügyes stábja körbejárta a témát, a részleteket azonnal mutatjuk, maradjanak velünk! A kutyatartás nagy felelősséget ró a gazdára, egyedül tőle függ, hogy kutyájára milyen sors vár. Ezért a kutyatartásról nem szabad elhamarkodni a döntést. Az ember és a kutya barátsága már több mint 10 000 éve tart. Az idők során ez a kapcsolat a különböző fajok között létező egyik legszorosabb kapcsolattá tökéletesedett. A kutyatartást a legtöbb nagyvárosban úgynevezett ebrendelet szabályozza, ez alól Kazincbarcika sem kivétel. A helyi önkormányzat nemrégiben társadalmi vitára bocsájtotta a készülő rendeletet, hogy azt a kutyatartók, a nem kutyások, illetve a téma iránt érdeklődőket bevonja a megalkotásba. Kazincbarcika város önkormányzata hozzáfogott az ebrendelet alkotásához néhány hónappal ezelőtt. Gyakorlatilag az ebrendelet az mind az alaptörvény, mind pedig az állatok védelméről szóló törvény alapján feljogosítja az önkormányzatot arra, hogy rendeletet alkossunk az ebek tartására. Készült egy tervezet, melynek a társadalmasítása már megtörtént, lezárult. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenfajta véleményt vártunk bármilyen körből, akár lakossági, akár állatvédői, akár állatorvosi, vagy bármilyen szak, vagy laikusok részéről. Ezeket az észrevételeket elkezdtük feldolgozni, illetve ugye a társosztályokkal, társszervezetekkel, mint a Barcika Park Nonprofit Kft., illetve az állatorvosok közösségeit Kazincbarcikán, miskolci állatmenhelyekkel való kapcsolatfelvétel tekintettel arra, hogy ugye Kazincbarcikán nincsen állatmenhely, de rendszeres együttműködés van miskolci állatmenhelyekkel, illetve magában a hivatalon belül is ugye a jogi osztály, illetve ezen kívül a városüzemeltetési és fejlesztési osztály közösen megalkotja majd a rendelettervezet végleges verzióját, mely a tisztelt képviselőtestület elé fog majd bekerülni döntéshozatalra, és reméljük átfogóan kezelni fogja az ebek tartásához kapcsolódó kérdéskört. Pogány István önkormányzati képviselő a téma kapcsán kiemelte, fontos a felelősségteljes állattartás, illetve az állatokról való gondoskodás. Az önkormányzati képviselő a készülő ebrendelet kapcsán azt is elmondta, hogy szigorúan kellene szabályozni azt, hogy minek mi a következménye. 5 évvel ezelőtt már egy menhelyi létrehozásáról volt szó, amit nagy egyetértésben a baloldal és a jobboldal megígért a városvezetőivel együtt, illetve annak a végiggondolását, hogy erre szükség van. A mai napig nem történt semmi. Feltettem kérdéseket én magam részéről, mint kutyás, mint állattartó, hogy miért nem alakult ez így ki. Az alapvető kérdés az volt, hogy egy alapítványt szerettek volna létrehozni, amely későbbiekben megtámogatja a működtetését, egy kutyamenhely működését, és az alapítvány létrehozását sem tudták megvalósítani, mert a bevont alapítókat nem sikerült első vagy másodkörben még egyszer összehozni, hogy megerősítsék aláírásukkal az újabb kéréseit esetleg a NAV-nak, vagy az alapítvány létrehozásához szükséges feltételeket biztosítani lehessen. Tehát eltelt úgy 5 év, hogy nincs semmi, a kutya rengeteg,
és van egy vita, és kell hozni egy rendeletet, amihez igazodni kell. Ezzel teljes mértékig egyetértek. Pogány István kitért arra is, hogy a kutyatartás bizonyos költségekkel jár, valamint fontos lenne kitalálni a futtatók pontos helyét is, amiket nem lehet a perifériára kitenni. Alapvető problémának azt tartom, ami a kutyás embereknek a gondolkodásmódjával függ össze. Szeretik a kutyájukat, igyekeznek gondoskodni, de nem mindenki tud felelősséggel bánni a saját állatukkal, legyen az kutya vagy görény. Az ebrendelet kapcsán ebben nem szeretnék belemenni, hiszen még nincs megalkotva. A társadalmi vitára bocsájtották, én azt hiszem, hogy nagyon kevés vélemény alakult ki. Ez alapján lehívni, és majd aztán ezt a néhány véleményt belevonni, egy szempont lehet, de ha száz egységnek tekintem a kérdéskör teljességét, akkor ez lehet, hogy egy öt egységet fog képviselni csak. Tehát társadalmi vitára bocsájtott kérdés, amely a társadalmat nem érintette meg annyira, hogy véleményt formáljon. A hónap ügyes tábja felkereste a helyi kutyások táborát, akik az érintettek szemszögéből közelítik meg az ebrendelet megalkotását, valamint az ezzel járó kérdésköröket. Ormos László a helyi kutyások érdekeit fogja össze, és ezeket képviseli. Állítása szerint probléma van a készülő ebrendelet kapcsán. Az országos ebrendeletet akarják figyelembe venni, és az itteni javaslatokat, de hiányoznak azok a fajta szakemberek a rendelet megalkotásához. Mondok példát, állatorvos véleménye, közterület fenntartók véleménye, akkor a Balcika Park véleménye, hiszen ők fogják be az állatokat, ők tárolják, ők viszik el. Az állatvédők véleménye hiányzik hozzá, hiszen ők nem is az elhullott állatokat, inkább azt mondanám, hogy a sérült állatokat, akiket elütnek az autók, vagy pedig találnak és megpróbálják gazdákhoz juttatni. Ezeknek a véleménye, hogy hogyan alkossanak meg egy rendeletet. A másik pedig, ami még nagyon fontos, ugye a kutyásoknak a véleménye. Igaz, hogy fent volt most jelenleg az interneten, egy hét át rendelkezésére a városlakóknak, hogy véleményezzék a jelenlegi ebrendeletet. És ez nem jött össze, hiszen egy hét alatt nem lehet ezeket megoldani. A rendelet előírja, hogy minden állattartó köteles az állategészségügyi és közegészségügyi szabályoknak megfelelően állatát úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen. Egy helyi önkormányzat által megalkotott ebrendelet csak kiegészítő szabályzásokat hozhat, ugye az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 28-as törvény mellett, hiszen a törvény az a magasabb rendű jogszabály. Ezekhez igazodva mi igyekeztünk olyan általános rendelkezéseket, illetve kiegészítő rendelkezéseket beleemelni, amelyek pontosítják az állattartással kapcsolatos dolgokat, melyeknek elsődleges célja az állatok jólétének teljes körű biztosítása, illetve hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, de mindemellett biztosítsa azt is, hogy az állattartás az másoknak a nyugalmát ne zavarja, illetve biztonságát ne veszélyeztesse. Kazincbarcikán egyre jobban elmérgesedik a hangulat a kutyások és nem kutyások között. A fennálló probléma sok összetevőből áll. Riportunkban összegyűjtöttük a megoldásra váró helyzeteket. Sajnos sok ebb tulajdonos fittyet hányva környezetére, fóráz és szájkosár nélkül szabadon kóborolva sétáltatja kedvencét, ezáltal kisgyermekeket, felnőtteket, idősebbeket és más kutyákat egyaránt kitéve egy esetleges harapás, támadás veszélyének. A jelenlegi ebrendelet is előírja, nem tudom, hogy az új ebrendelet elő fogja írni, de onnantól kezdve, hogy kihozom a lakásból a kutyát, pórázra kell tenni. Szájkosár használata az úgy néz ki, hogy változtatás lesz rajta. A támadós és harapós természeti kutyákra kell szájkosárt tenni, mindegy, hogy tacskó vagy nagytestű kutya. A póráznak mindenképpen rajta kell lenni, ami ki nem ér egy kijelölt kutya futtatóra, ami itt Barcikán sajnos nagyon kevés van, és ezért szeretnénk azt, hogy minél több elérhető kutyafuttatót kijelöltetni a város területén. Ki szeretnénk térni benne a kijelölt kutyafuttatók, illetve a kiépítendő
kutyafuttatók témakörre is, illetve ezen felül pedig mindemellett, hogy ugye ezt a közterületes rendeletünk is tartalmazni fogja, fel szeretnénk hívni a figyelmet, illetve az a kutyás társadalom számára is segítséget adni, hogy a Barcika Part Nonprofit Kft. Ugye kis állatégetővel rendelkezik, hogy ezt mindenki tudja, hogyha állatmenhellyel kell felvenni a kapcsolatot, hogy a Barcika Partnak rendszeres együttműködése van, hogy ezekben is szintén ők tudnak segíteni. A közterületes rendeletben, illetve ebben a rendeletben is meg fogjuk jelölni azokat a területeket a városban, ahol kijelölt kutyafuttatók lesznek. Korábban a városban 3 helyen volt kijelölt szabad terület, ebből 2 marad ugyanaz, a Völgypark már kikerül ebből a körből, de a Veresdűrőbe vezető út ez meg fog maradni, illetve a Hajcsár út is meg fog maradni, és ezen kívül pedig a város tervez idéntől évente egy zárt kutyafuttatónak a kiépítését, összesen 2-ben vagy 3-ban gondolkodunk városi szinten, 2015-ben most egyet biztosan ki fogunk építeni, erre a forrást el is különítettük a költségvetésünkben a városüzemeltetési feladatok között. Ez az első, ez vélhetően a Radnóti tér és a 26-os út között. Tekintettel arra, hogy 2014 novemberében elindítottunk egy lakossági felhívást, miszerint a kutyás társadalomtól vártuk a javaslatokat, hogy hova célszerűen kutyafuttatót kialakítani, és gyakorlatilag a bejött javaslatok alapján ez a Radnóti tér környéki terület volt, ami legtöbb javaslatot kapta, illetve ezen túl a KSK sporttelep melletti zöld felület. Gyakorlatilag a városüzemeltetés részéről és a város főépítésze részéről ezek abszolút abszolválhatóak, és ezekben partnerek is vagyunk, úgyhogy ezeken a viszonylag nagy zöld felületeken ki lesznek jelölve zárt kutyafuttatók. Nagyjából egy olyan 500-500 négyzetméteres kerítéssel zárt homokkal vagy kavicsos felülettel leszort területet gondoltunk kialakítani, fa, rönk, játszóeszközökkel, gyakorlatilag ilyen agility eszközökkel. Mindegyiknél szeretnénk kihelyezni legalább 1, hanem 2 kutyaürülékgyűjtő ládát, tehát hogy egyfajta kulturális kutyatartás indulhasson el városunkban. A közterületeken hagyott kutyapiszok mindannyiunk életét megkeseríti, valahogy mégsem sikerült még igazán jól működő megoldást találni rá. Az önkormányzatok helyi rendeletekkel igyekeznek elejét venni az utcák elkoszolódásának, és persze sok helyen rendszeresen takarítják is a járdát. A kutyapiszok egészségügyi szempontból is kockázatot jelent. A legtöbb kiskutya ugyanis eleve férgesen jön a világra, de felnőtt állatok körében is gyakori a parazita fertőzöttség. A kutya, a gazda családja, gyerekei és az egész környék védelmében fontos a kutyaürülék higiénikus felszerelése, és persze a kutya rendszeres állatorvosi ellenőrzése. Ez már nem fiatal probléma, ez már nagyon sok évtizedes probléma itt Kazincbarcikán, nem is lett megoldva. Talán bízhatunk benne, hogy egy újabb rendelet azt is megoldja, mégpedig nagyon egyszerű. Ha végig megyünk a főutcán, ami most jelenleg elméletileg a park részekről ki vannak tiltva a kutyák, hiszen ott vannak a táblák, hogy kutyát sétáltatni tilos. De nincs eldöntve még, hogy keresztül mehet-e a kutyás azon a járdán célirányosan, nem sétáltatva a kutyát. Ezt nem tudják megmondani a közterületfelügyelők se, hogy ez most büntetendő, nem büntetendő. A másik pedig tudomásul kell venni, ha valaki kutyát vesz, azt úgy kell nevelni és sétáltatni. Például, ha kimegyek a kutyával a lakásomból, 3-4 zacskónak mindig illene ott lenni nálam. És bárhol csinálja, sajnos, én is jártam így a közelmúltban, pont a posta sarkánál, a járdán elintézte a kutya, akit sétáltattam a dolgát. Kicsit furcsán jött ki a dolog, zsebembe nyúltam, zacskót felvettem, és elvittem egy szemetesig, amit elméletileg, megint csak mondok, nem szabadna bedobnunk, hiszen állítólag az egy veszélyes anyag. De a városban nem található olyan szemét összeszedő, ami kifejezetten kutyáknak van. Kiemeljük a rendeletben azt, hogy az állattartás során keletkező trágya, illetve csurgalékvíz, az csak zárt rendszerű, jól zárható fedlappal ellátott szivárgásmentes tárolóban gyűjthető. Az almos trágya az egyébként átmenetileg ideiglenesen gyűjthető átmeneti gyűjtőkben, de természetesen az ilyen típusú trágyáknak a kezelése ártalmatlan
tanítása, elszállítása az rendszeres feladatot igényel, és erről gondoskodni is kell. Illetve ezen felül a rendeletben igyekszünk leszabályozni azt, hogy kertes családi házban vagy társas házakban hány darab kutya, illetve cica tartható, viszont azt tiltani fogjuk, pontosan az állatok védelme érdekében, illetve hogy ők megfelelő körülmények között éljenek, az erkélyen való tartást, hiszen szerintem ezzel mindenki előtt ismert, hogy sajnos többször hallani, látni vonyító kutyusokat az erkélyen, mert ott tartják a gazdik. Erre itt is van, illetve máshol is az országban van példa. Ez állatkínzás, ez nem állattartás, azért szeretnénk természetesen ez ellen is fellépni, illetve az EB rendeletünkben még az EB-eknek a tartási helyére vonatkozóan lesz egy-két passzus, legfőképpen ugye ez lakossági szempontból a kennelek elhelyezését, illetve a kutyusokat, hogyha mondjuk kórházon vagy kikötött állapotukban tartják, akkor ezek mennyire lehetnek messze a kerítéstől. Természetesen a kenneleket nem szabad a szomszéd kerítéséhez közvetlenül telepíteni, majd minimum 2 méteres távolságra kell. Illetve hát a sétáltatás az egyértelműen ugye pórázon, többségében szájkosárral, és bárhol, ahol közterületen vagy más személynek a magántulajdonán az ebek bármilyen koszt, gondot csinálnak, arról a tulajdonosnak kötelessége gondoskodni, hogy eltávolítja azokat, illetve a rendelet még azt is szabályozni fogja, hogy hova lehet a kutyusokkal bemenni, illetve nem bemenni, hova tiltott, természetesen közintézményekbe, óvodákba, bölcsödékbe, egészségügyi intézményekbe, a strandra, a játszóterekre, ezekre kifejezetten tilos. A játszóterekre ki fogjuk tenni a kutyatiltó táblákat, óvodákba, iskolákba értelemszerűen nem, de ezek triviális dolgok, hogy ide értelemszerűen nem lehet. Ezek alól természetesen kivételek ugye a vakvezető kutyák, vagy bármilyen rendészeti szerveknek a kutyái. Itt a kutyájával együtt sétál valaki, a kutya szimatot fog, elhelyezi valahová a saját kutyapiszkát, és néhány esetől leszámítva a kutyatartó nem nyúl utána, és nem kezd ezzel semmit sem. Na de miért nem kezd? Ön lát valahol arra lehetőséget, hogy ezt a kutyapiszkot, amit felszedett a gazdája, oda tegye, ahová kell? Mert hogy ezt nem a központi szemetes tartályba szokták beletenni, hanem mondjuk legalább egy terenként egy-kettő olyan elhelyezési lehetőség van, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja. Mit kell csinálni? A kultúrán változtatni, vagy kutyát tartani, vagy állatot olyannak tartani, aki gondoskodni is tud róla. Egy kutyatulajdonosnak tiszteletben kell tartani a mások jogait, illik tekintettel lenni azokra, akik a környezetében akár kutyával, akár kutya nélkül élnek. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályaival sajnos sokan nincsenek tisztában. Én örömmel látom, hogy vannak olyan kutyások, akik ezt betartják. Én azt mondanám, hogy ha arányát nézek, a 30% betartja, a 70% nem tartja be. Ha most itt vagyunk ezen a önkormányzat mögötti kutyafuttatón, és lent vagyok én is kutyákat sétáltatok, akkor azt nézem, hogy hol vannak ürülékek. Egyszerűen nem tudok leülni itt sem a fűre, vagy egy plédet lehozni, és eltölteni egy bizonyos időt, mert állandóan avval találkozok, hogy belelépek, vagy a kutya, ha játszik, akkor ő is elfekszik benne. Tehát nekünk is van mit tanulnunk ezen a téren. Az a probléma szerintem, hogy nem minden kutyus gazdi szedi föl a kakiát a saját kutyusa után. Ugye, és akkor itt már elítélik azokat is, akik összeszedik. Tehát ezt kicsit komolyabban venni mindenki, akinek van kutyusa, biztos, hogy nem lenne ennyi probléma belőle. Sajnos a nagy kutyusoktól félnek. Ugye sokszor el van engedve. Volt már rá példa, hogy én is találkoztam olyan kutyussal, amelyiktől féltem, pedig én 12 éve van kutyám lassan. És biztos, hogy megijednek tőle, főleg a gyerek. Lehet, hogy, sőt, biztos, hogy egy nagy kutya nem bánt úgy, mint egy kicsi. De be kellene sajnos ezeket a szabályokat tartani szerintem, és akkor nem lennének ilyen problémák. Tudja, milyen veszélyt rejt magába a kutyapiszok és az ürülék? Hát el se lehet mondani, hogy az emberek javarésze ezzel egyáltalán tisztában van-e, tud-e erről bármit. Kisgyerekekre nézve az életükbe kerülhet. Mi felnőttek, nem is tudom, hogy egyáltalán ellenáll-e a szervezetünk ennek, de a gyerekek szempontjából biztos, hogy veszélyesebb, mert lenyúlnak a földre, homokba, és utána pedig megvakulhatnak a szívüket, egy féreg fúlhatját, tehát nagy a baj. A félelem az,
hogy a felelős állattartás és gondoskodás az elnehezült sorsú emberek érzelmi világával összefüggésében, a szeretetre irányulva, de mégsem fenntartható állapotot teremt. Nincs pénzük az oltásra, nincs pénzük a fertőtlenítésre, nincs pénzük a veszettség elleni védőoltásra. De hogyan ellenőrzik ezt? Történik-e a Kazincbarcikán ilyen? Alkotunk egy rendeletet majd, az alkotás végeredménye egy szigort jelent, amit kötelezően be kell tartani. De ezt ki fogja ellenőrizni, és hogyan? Én kívánom a kutyatartóknak, kívánom a kazincbarcikaiaknak azt, hogy a szeretett állat, ami körülveszi őket, éljenek gyönyörű családi házban, panelban, ahol a kutyák egymás ugatása is áthallatszik, vagy egy egyszerű, elszegényedett, elnehezedett környezetben, azt jelentse az állat és a kutya és a kisállat szeretete, ami esetleg a hétköznapi életében a szeretetnek egyetlen forrásaként jelenthet valamit ennek az embernek számára. Sok gondot okoznak azon kutyások, akik nem törődvén mások jogaival önálló sétára engedik kedvencüket, így nem csak kellemetlenséget okozhatnak, például a gyerekekkel vagy a pórázon kutyát sétáltatóknak, hanem még veszélyeztethetik is őket. A kutyások és nem kutyások között kialakuló feszültségekért legtöbbször a felelőtlen kutyatartók okolhatók. Stábunk kíváncsi volt az önök véleményére a téma kapcsán. Megkérdeztük az utca emberét, hogyan vélekedik a kutyások és nem kutyások kapcsolatáról. Ha valaki annyira szereti a kutyát, hát fizessen évi 300 vagy mit tudom hány 100 ezer forint adó. Ha annyira szereti, akkor fizessen adó, mindjárt kevesebb kutya lenne a városban. Kevesebb kutyapiszok, kevesebb konfliktusok a szomszédokkal. Én nagyon megadóztatnám, az biztos. Én kutyások táborába tartozom, én szeretem az állatokat, nekem van kutyám is, macskám is. Hát szerintem, ha betartanák rendesen a kutyatartók, amit kellene és előírnak, akkor szerintem nem lenne probléma a nem kutyatartókkal szemben. Én nekem is van kutyám, szeretem a kutyát, de én a házban nem tartanám. Még otthon a falu helyen se engedem be a házba. Adok neki enni, a beteg elhívom az állatorvos, ad neki gyógyszer. Enni adok neki, mert nem sajnálom tőle, ennyi kifújta a kutya szeretet. Tolerálni kellene a nem kutyatartóknak azt, hogy más azt szereti, és nem az ő oldalán áll. Én úgy gondolom, hogy elsősorban az, hogy sokan nem szedik össze ugye a kutyáknak a szemetét. Én voltam kutyás, tudom milyen, most nem vagyok kutyás, de szerintem lehet, hogy meg lehetne ezt oldani kihelyezett több szemetessel. Bár mondjuk embere válogatja. Elég jobbra néznünk a földre. Mi a véleménye? Hát az ennek ellene vagyok én is. Tehát nem sokból tartana, mert a kutya esetleg lejön egyszer, megcsinálja a dolgát, és utána felveszi, és szerintem többet már nem. És akkor meg lehetne oldani, és akkor nem lenne probléma, mert nekem is van unokám, és azért nem szeretném, hogyha a közelébe menne. Az, hogy tele van a város mindenféle kutyapiszokkal, hát ez értelmetes dolog azért. Én rajtam a múlana, én azt csinálnám, hogy egy ilyen szobakutyára kivetnék évente vagy 2-300 ezer forintot, hogy fizessen a gazdája, vagy hogyha oda piszkol a kutya valahova, 100 ezer forintért megbüntetném. Ami elő van írva, azt be kellene tartani, és akkor lehet, hogy jobban tudná tolerálni ő is azt, hogy ő kutyát tart a másik, ő meg nem. Én úgy gondolom. Én láttam olyat, hogy a bölcsőde melletti füves területen sétáltatták, ami nem igazán szerencsés a gyerekek szempontjából. Illetve hát igen az, hogy amennyiben lehetséges összeszedni a kutyának a piszkát. A kutyát városon ne tartsanak, faluhelyén tarthat. Ott, ha beviszi is a házba, nem számít, de itt zavarja azért az embereket, hogy a szomszédba ugat a kutya, meg oda piszkod a lépcsőre, meg oda pis.
A magyarországi állattartással kapcsolatos törvények, illetve rendeletek nem szabályoznak túl sok mindent. Sajnos betartatásuk hiány nem is segítenek sokat, de azt biztosan, hogy közterületen kutya csak pórázon vezethető. Kutyásnak és nem kutyásnak is sok bosszúságot okoz a nem behívható, neveletlen, esetleg agresszív, szabadon rohangáló jószág. A készülő ebrendelet, valamint az abban foglaltak betartása talán jó irány lehet a kulturált városi kutyatartásra, valamint a városi kutyások és nem kutyások közötti ellentét enyhítésére.